A Szentgyörgy-hegyre vonultak ki az autósok. Az idei Bogár találkozón is szép számmal jelentek meg a gépjárművek. Ez a példány éppen idén ünnepli 50 éves születésnapját. A Bogica névre keresztelt autó 12 éve van a Gyenes-Diási dr. Szalai Andrea tulajdonában, melyet nagybecsben tart. Annyiban egyedi nem csak, hogy 50 éves idén, hanem hogy 1500-as motor van benne, ami ritkaság számba megy, úgyhogy teljesítménye kifogástalan, és 12 évvel ezelőtt került a tulajdonomba. Akkor teljes felújításon ment keresztül, minden porcikája fel lett újítva, illetve eredeti állapotú, így meg is kapta az OT minősítést, illetve a FIVA minősítésen is átment, ami azt jelenti, hogy nemzetközi, illetve magyar veterán járműnek minősül. A találkozóra az egész ország területéről várták az autósokat. Barabás Béla és felesége Budapestről érkeztek a Balaton mellé sötétkék bogarukkal, ami 4 éve van a tulajdonukban. A Gyenes-Diási találkozót 2 éve fedezték fel, de rendszeresen járnak más összejövetelekre is. Többek között a debreceni virágkarneválon is részt vettek. Ott is felvonultunk, csupa virág volt az autóm, a Marci, és sietnünk kellett, mert ide is ígérkeztünk. Úgyhogy el kellett jönni Gyenes-Diásra is, mert nagyon jó a hangulat, nagyon szép tájon van, családias, meg hát a embereknek a többsége, ha látjuk, sokan jönnek ide, és ezek szerint szeretik. Az évek során folyamatosan nőtt a csatlakozó autósok száma. A Volkswagen Bogaras Balatoni nyárbúcsúztatót 6-szorra rendezték meg. A program létrehozásának több célja is volt. A barátkozás, a társaság, az autók imádása, csodálása, természetjárás, körülnézünk a Balatonnál, kirándulgatunk, tehát jó, van kis buli, zene, tánc, tombola, hát minden, ami ebben a 4 napban, illetve a 3,5 napban belefér. A Szentgyörgy-hegyi pihenőt követően az autósok visszatértek Gyenes-Diásra. Az előzetes tervek szerint a találkozót jövőre is megszervezik.